aztán fölött felkes Zsoltném. Csók Norbert, Rossz Patricia, Szeret Mátyás, Szabó Eszter, Balog Ákos, Kovács Boglárka, Tordás Marcell, Mohai Vanessa, Pádár Máté, Vas Renáta, Szántó Zsófia, Buzis Botond, Harák Veronika, Nagy Olivér, Dömötörsi Nikoletta, Magyarósi Dávid, Géjas Vivien, Simon Kristóf Simon, Takács Dóra, Varga Emese, Hanusz Egon, Lac Dalma, Páva Tímea, Jónás Péter, Orhói Alexandra, Anyák Mónika. Thank you.
25. Zsoltár első és második verszakán énekelve dicsérjük és magasztaljuk Isten. A Zsoltár így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom. Áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen.
Kedves testvérek, kedves gyülekezet, kérlek, hogy a helyeteket foglaljátok el, és hallgassátok meg Istennek áldott és szent igéjét, és az igéről szól, igéjét meg is. Hiszem, hogy Isten hozzám szólt, és rajtam keresztül szólt hozzátok is, az ő igéje által és szent lelke által. A szent ige, amiket a mai napon választottam, hiszem azt, hogy útra valóul a ti számotokra, írva található Lukács evangélista könyvének az 5. fejezetéből olvasom az igét, az első verstől kezdődően a rész 12. verséig válogatott verseket fogok felolvasni, és ez alapján Isten szent lelke segítsége által az igét hirdetni. Amikor egyszer a sokaság Jézushoz fordult, és hallgatta Isten igéjét, ő a genezáreti tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a partból, azután leült is a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak, evesz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt, mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szabadoztak a hálóit. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Jézus így szólt Simonhoz, ne félj ezentúl, ember halász leszel. Amen. Kedves ünneplő közösség, kedves ünneplő diákok, kedves gyülekezet, ezen a mai Isten tiszteleten az ige hirdetésemnek a fő mondani valóját egyetlen mondat köré csoportosítottam. Ebben a történetben ez volt az a mondat, amely megérintette a lelkemet, a szívemet, és oda helyezte a mondani valónak a középpontjába, és ezt a mondatot hívtam segítségül Isten szent lelke által, hogy még talán utoljára ebben a templomban néhány üzenetet szeretnék hallgató diákoknak átadni, de nem csak nekik, hanem az egész ünneplő közösségnek, az egész ünneplő gyülekezetnek. Ez a mondat így hangzik, Péter mondja ki ezt a mondatot, Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És arra voltam kíváncsi leginkább, miközben készültem erre a mai alkalomra, hogy vajon mi van-e mondat mögött? Amikor Péter kimondja ezt a mondatot, akkor vajon mi járhat az ő szívének és a lelkének a mélyén? Miért mondja ki ezt a mondatot? És ez a mondat miért úgy hangzik, és ahogyan le van írva a Szentírásban? És amikor elkezdtem magam számára értelmezni, és így fogom a ti számotokra is értelmezni és átadni az igét, arra voltam először kíváncsi, hogy mi van-e mondat hátterében, hogyha ószövetségi szempontból vizsgáljuk meg. És egy másik szempontból pedig az lesz, hogy mi van-e mondatnak a hátterében, hogyha ezt a mondatot új szövetségi szempontból értelmezzük, és új szövetségi teológia alapján próbáljuk megmagyarázni. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, amikor a hittanosok számára fölteszem azt az őszinte kérdést, akiket én tanítok, hogy mondjátok meg, fogalmazzátok meg nekem, hogy mi az új szövetségnek a központi üzenete. Hogyan lehetne az új szövetséget egyetlen mondatba bele tömöríteni? És nagyon sokszor a gyerekek majdnem a padból kiesve, szinte megszégyenítve a tudásukkal engemet is, azt mondják, hogy István bácsi,
Hát az új szövetségnek az az üzenete, hogy az Isten szent. Erre a váradat megveregetem, és azt mondom, hogy ez igen, valamit elértél, valamit átadtál a gyerekek számára, és nagyon sokszor valóban ez a válasz, hogy az új szövetség üzenete az Isten szeretet. De ha egy kicsit jobban belegondolunk, és elkezdjük ezt a mondatot, hogy az Isten szeretet értelmezni ószövetségi szempontból, akkor bátran kijelenthetjük itt is és most is, hogy ez az ószövetség üzenete. Már az ószövetségben nyilvánvalóvá válik, leginkább a nagy prófétáknál, nem akarunk itt tanulást tartani, de hadd mondjam el, leginkább a nagy prófétáknál már kirajzolódik az, hogy már az ószövetségi ember eljut eddig a gondolatig, hogy az Isten szeretet. Hogy az Istentől nem kell félni, nem kell tartani, hanem az Isten szeretet. Akkor még egyszer fölteszem a kérdést. Akkor mi az új szövetségnek az üzenete? Ha már az ószövetségben megfogalmazódik ez a kifejezés, az elállítás, akkor mi az új szövetség üzenete? És itt érkezünk meg magunkhoz, azaz a ballagó diákokhoz, önmagamhoz, a gyülekezethez, mert egy fontos dolgot mond az új szövetség, és az új szövetség azt mondja, egyetértve az ószövetséggel, hogy az Isten szeretet, de ezt általad akarom megvalósítani a világban. Óriási a különbség. Hogy tudni azt, hogy Isten szeretet, és ennek a terhét magamra véve megvalósítani a világban, ahol éljük a mindennapjainkat és a hétköznapjainkat, hogy az Isten szeretet. Ezért kedves ballagó diákok, én azt kérem tőletek, amíg lehet kérni valakit tőletek, hogy ezt próbáljátok megvalósítani, miután magatok mögött hagyjátok a védelmet jelentő iskola falait. Ezt próbáljátok beleélni majd abba a világba, amely vár rátok. Ezt próbáljátok megvalósítani, amennyire tőletek telik, hogy az Isten szeret. Valamint én hiszem azt, hogy ez alatt a 4 év alatt, vagy 12 év alatt ebből az áldott és szent isteni szeretetből megtapasztaltam. Lehet, hogy valaki többet tapasztalt meg ebből, mert nyitottabb volt erre, valaki kevesebbet tapasztalt meg ebből, de azt, amit kaptál Istentől ezen iskolán keresztül, a tanáromon keresztül, a hitoktatón keresztül, azt arra kérlek, hogy próbáld beleélni abba a világba, amely vár rád abban a bizonyos kinti világban. Hogyan szól az a vers? Szabó Pálnak a verse, az élet a munka tártkarokkal vár, hogy szép lesz-e csak rajtunk áll. Vagyis rajtatok áll, hogy mindazt, amit itt ebben az iskolában Istennek a szeretetéből megtapasztaltatok, azt próbáljátok beleélni abba a világba, amely vár rád. És ez nem csak rád a kérdés. Ez érvényes rám, mint református lelkipásztorra, érvényes Esperes úrra, Félbános úrra, mindenkire érvényes. Ha valamit megtapasztal az Istennek a szeretetéből, akár most, ebben az áldott és szent órában, amikor itt foglalsz helyet ebben a templomban, akkor mi arra kérünk téged, alázattal, szelítséggel, hogy azt próbáld belevinni, megvalósítani, ahogyan mondja az egyik kiváló református lelkipásztor Gyökösi Endre, belevinni abba a családba, abba a környezetbe, ahonnan jöttél, ahová Isten visszaküld téged, és hiszem, hogy visszaküld engem is. Mi van e mondat mögött? A második üzenet itt hangzik, az Ószövetség azt mondja, hogy a bűn akadály. Vagyis Isten és ember között van egy akadály,
amit valamilyen ufon módon az embernek le kell győznie, hogy Istenhez közelebb kerüljön. Azt mondja az Ószövetség, hogy a bűn akadály ahhoz, hogy oda kerülj közelebb az Istenhez, valamit tenned kell. De az Új Szövetség azt mondja, hogy Isten számára a bűn nem akadály. Nekem, mint embernek a bűneim lehetnek akadály abban, hogy Istenhez közelebb kerüljek, de Isten számára a bűn soha nem akadály. Kedves diákok, lehet, hogy már unjátok ezt a sok Isten tiszteletet, a diktatórákat, lehet, hogy néhányan föllélegeztek, és azt mondjátok, hogy hál' Istennek, hogy vége van. Nem kell már idejönni a templomba, de ezt a mondatot kérlek, hogy akkor se felejtsétek el. Nagyon fontos, hogy megjegyezzétek, hogy Isten számára a te vétked, a te bűnöd, a te elesésed, a te gyengeséged soha nem lesz akadálya annak, hogy kézzel fogjon téged és akarjon tovább vezetni. Az élet vár rátok. Milyen jó, hogy vár rátok. Olyan jó innen fentről a szószékről lenézni rátok és látni a fiatalságot. Néhányatokon látom a fáradtságot. De milyen jó az, hogy itt vagytok, és soha ne felejtsétek el, hogy igenis Isten bármilyen élethelyzetben, magasságban és mélységben ott akar lenni veletek, és akar kísérni az utatokon. Ebben a kis parisznyában, nem tudom, hogy belenéztetek-e, én belenéztem, és benne vannak az év igéi, amelyeket minden évben az elmúlt 4 év alatt, ugye az év igéje volt az iskolában. Csodálatos igé. Egyszerűen fantasztikus. Olvassátok el, nézzétek meg. Kérlek titeket, hogy őrizzétek meg. Minden egyes ige arról szól, hogy Isten hogyan és miképpen akar veletek lenni, bölcsé tenni, hogy az ő teljességéből kapjatok teljességet, hogy ne féljetek, hogy megerősít, hogy segít, győzelmes jobbjával támogat titeket. Kérlek, hogy ne dobjátok ki, olvasgassátok, amikor úgy érzitek, hogy el vagyok mindenki, amikor mélységben lesztek, amikor szerelmi csalódások értek, vagy fognak élni, vagy éppenséggel most életed a szerelmi csalódást, soha ne felejtsd el, hogy ott is veled akar lenni az Isten, mert számára nincs egyetlen olyan akadály, amit ne tudna áttörni, hogy téged kézen fogjon és tovább vezessen. Ugye van az a csík, a zenekar által megzenésített ének, hogy kézen fog és hazavezet, ugye a elvégi jövőben beszettából. Kézen fog és hazavezet. Ez az Isten, számára nincs akadály. És a harmadik, és ígérem az utolsó üzenet, és ezzel be fogom fejezni, a harmadik üzenet így hangzik, megint csak ószövetségi gyökerekkel rendelkezik az első mondaton. Az Ószövetség azt mondja, hogy Istennel nem lehetetlen. Vele még a lehetetlen is lehetségessé válhat. Önmagában véve ez már egy szép gondolat. Ez már egyszerűen az ember csodálatra készített, hogy Istennel semmi nem lehetetlen. De az Új Szövetség azonban tovább megy és azt mondja, Isten veled akarja megvalósítani a lehetetlen. Itt már bejön a képbe az ember, hogy Isten veled akarja a világban megvalósítani a lehetetlen. Megbocsássál, amikor úgy érzed, hogy én már nem fogok tudni megbocsátani. Szeretni akkor, amikor már úgy érzed, hogy semmi erőd nincs, hogy másik ember észrevedd és szeretd a másik ember. Veled, kedves diák, kedves tanár, kedves lelkész, kedves szülő, nagyszülő, velünk akarja Isten, veled, téged akar eszközként használni, hogy a lehetetlen dolgokat megvalósítsa ebben a világban. És hadd mondjak el egy történetet, hogy ez mégis hogyan történik, és ezzel be is fejezem ezt az ige hirdetést. 50-es években történt ez a történet, egy olyan zsidó asszonyról szólt, aki túlélte a koncentrációs tábort, vagyis túlélte a Auschwitzot.
és ez az asszony, amiután maga mögött hagyta a haláltábort, megtért keresztény lett. És feltett szándéka az volt, hogy Istennek azt a szeretetét, ezt a megbocsátó kegyelmét, ő szeretné eljuttatni minden ember számára. Járt országról országra és prédikált Istennek a szeretetéről, egyszer elment Argentinába, és amikor belépett a templomba, és fölment a szószékre, egyszerre csak észrevette a padsorban azt a katonatisztet, SS katonát, aki a családját megölte, anyukáját és két testvérét. És egyszerűen magától zuhant, és azt mondta, hogy de hát hogyan fogok innen prédikálni Istennek a szeretetéről? Itt van velem szemben a gyilkos. Vagy Isten tisztelet végén meg kell őt áldanom. Hogyan fogom megáldani? És egész idő alatt az járt a fejében, hogy mi lesz? Hogy lesz? Mit fogok csinálni? Meg tudom-e áldani ezt az embert? Befejezte a prédikációt, lement a szószékről, azt mondta, hogy akit az ige hirdetés megérintett, azt arra kérem, hogy álljon föl, hogy jöjjön ki, és szeretném őt megáldani. Egész végig azért imádkozott, hogy ez az ember föl ne álljon. De fölállt. És jött egyre közelebb hozzá. Az asszony magában gondolkodott, és azt mondta, hogy hát hogy lesz, nem tudod megáldani. Ahogy áldásra emelte a kezét, egyszer csak átjárta őt Istennek áldott Isten kegyelmét, szeretete, és átélte azt, hogy mit jelent igazán szeretni és megbocsátani. Vagyis Isten a lehetetlen ő rajta keresztül tette lehetséges. Igen, ebben a világban ma is és holnap is Isten így munkálkodik rajtad és rajtam keresztül. Számára a bűn nem akadály, ő szeret téged, szeret bennünket, mindannyiunkat. Ezt az áldott és örökkévaló Isten kérlek, hogy vigyétek magatokkal, szívetekben, lelketekben, és őt próbáljátok képviselni abban a világban, ahol terveztek, ahol álmok várnak rátok, ahol minden valóra váltak, amire gondoltok, és szép lesz rajtatok és általánkalatok, de Isten segítsége által is. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Szerető és irgalmas Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy te szerető és irgalmas Isten vagy, aki mindig és mindenkoron lehajolsz hozzánk. Te nem akarod a bűnös embernek a vesztét, hanem azt akarod, hogy mindenki visszataláljon te hozzád, és ezáltal megtalálja az életében a célt, a boldogságot, és így tudjon tervezni. Köszönjük, Atyánk, hogy te ma is itt vagy közöttünk, ma is szóltál hozzánk, és tanítottál bennünket. Kérünk, Atyánk, hogy add, hogy azt, amit hallottunk tőled a te igéd hirdetése által, azt próbáljuk bezárni a szívünkbe és a lelkünkbe. Legyünk a te áldott és szent követeid, ott abban a világban, ahová küldesz majd bennünket. Kérünk, Atyánk, hogy őrizd a ballagó diákokat. Vár rájuk a vizsga, az érettségi. Imádkozunk itt is érettük, hogy adjál nekünk bölcsességet, szellemi, lelki erőt, hogy ezt a vizsgát is maguk mögött tudják hagyni sikerrel. Kérünk, Atyánk, hogy vigyázz rájuk, őrizd őket, vigyázz a családjukat, és kérünk, Atyánk, és imádkozunk ezért az iskoláért. Annyi mindenen mentünk keresztül az elmúlt 4 évben, 12 évben, annyi kihívás várt ránk, de köszönjük, Atyánk, hogy mindig megőriztél bennünket, velünk voltál. Őrizd a tanárokat, diákokat továbbra is.
szerető izgalmas Isten, így bízunk rá az iskolát, a diákokat, így bízunk rá önmagunkat. Kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat, fiadnak nevében. Amen. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérlek, helyetek foglalat. A legjobb iskolákba járt,
ugye egy angiára történik, elfelejtettem mondani. Elvégezte az orvosi egyetemet, és hamarosan világszerte ismert ember lett. A neve Sir Alexander Fleming. Most aki tudja, egy kicsit ismeri a biológiát, az tudhatja azt, hogy a penicillin felfalálózatra. Ő találta fel azt a máig nélkülözhetetlen orvosságot, amely mindenféle gyulladásra tökéletesen alkalmazott. Történt, hogy nem sokkal ezután a nemes embernek a fia tüdőgyulladást kapott, és hát mi menthette meg, mi más, hát a penicillin. Na most érdemes ennek a nemes embernek és a fiának a nevét megemlíteni. Lord Churchill volt a papa, és Sir Winston Churchill a papa. Na most ezt a történetet azért mondtam el valahol diákok, mert minden, amit tenni fogod, ezen túl is, következményekkel fog járni. A saját életetekben, mások életében, akár nagyobb közösségek életében, ha nem most, majd egy kicsit később. De minden, amit tesztek, valamilyen formában jelentkezni fog majd. Ez a történet, a példa pedig, nem tudom, ki hallgatja korán a Kossuth Rádió, újabban egy egész érdekes néhány perces műsor van, attól függően, hogy milyen nap, mindig hozzáteszik, hogy ez hétfői, keddi vagy szerdai ima. És elmondja valamelyik felekezett püspöke előjelzően. Nos, azt hiszem az elmúlt hét szerdáján hallottam, most egy kicsit hazabeszélek, a mi Dunántúli püspökünkkel egy nagyon érdekes érdek. Elmondta, hogy ő ugye nagyon szeret futni, korán reggel. A Balaton partján sokszor megállt futás közben, és a napfelkeltét csodálta, mert nagyon-nagyon csodálatosan szél az, mondta, és néha a parthoz közel megtépálták a horgászok. Köztudott, hogy a 30 évig is nagyon előszeretettel ültem voltnak ennek a végén. És hát van olyan lámpánk, amelyikkel 2-300 méter távolságban óriási fénysugarat képes kibocsátani az a lámpa, és elmondta a püspök, hogy néha megtépálták a horgászok. És ennek az embernek a fénye, amely összehasonlítottak a napéhoz képest, elvakította. És azt mondta, hogy így vakítanak el bennünket a világ fényei, és így veszítjük el azt a bizonyos Isten által mutatott utat, mert elvakítanak ezek a fények. Én kívánom azt, hogy ne vakítsanak el benneteket ezek a fények. Fiatalok vagytok, előttetek van minden. Éljétek meg a magatok útját. De ez a két dolog legyen előttetek az ige hirdetésben hallottak mellett. Amit tesztek, következményekkel jár. És ne vakítson el bennetek a világ fénye egy pillanatosan. Végül pedig szeretnék elolvasni egy levelet, megvaló őszintén magam szerkesztettem nektek. Mondhatnám úgy is, hogy egyház negyedik körlevél, ebben vannak azok a jó kívánságok, amelyeket a legvégén röviden elmondhatunk. Ez a 79. számú ebben a képben. Kedves Balogó diák! Ezt megváltam nektek, hogy legyen. Dolgozzatok úgy,
mintha nem lenne szükségetek pénzre. Szeressetek úgy, mintha sohasem bántottak volna meg bennetek. Táncoljatok úgy, mintha senki sem nézni. Ne felejtsétek el magad a táncnak a világ. Énekeljetek úgy, mintha senki sem hallgatott. Éljetek úgy, mintha ez a föld a karantén. Aztán legyen mindig munkátok, a pénztárcátokban legyen mindig egy-két pénz. Én megvallom őszintén, otthon mindig úgy kérem a feleségemtől a pénzt, hogy kérek egyet, nem volt a buszezés. A nap mindig süssön az ablakotokra, az eső kövesse mindig szivárra. Egy baráti víz legyen mindig közel hozzátok. Isten adjon mindig örömet, ami felvinni. És legvégül ez a 12. pont, történelemből majd, ha valaki vizsgálat lehet, hogy megkérdezik, hogy mi a 12 pont, na ez egy másik 12 pont volt. Az 51. Zsoltár 10. versét útra valósulni. Engedje meg Isten, hogy vidámságot és örömet halljatok, hogy megújuljon felvinni. Kap, Csurgó, 2016, április 29-ig. Haladjatok, kérjetek célból, Isten áldása. Ez a nap más.
fennáll Istenek az útban, a felkötő csapat, virágból levezett a templom, mintha a csengő is másképpen szól. Ő nem tudom átadatunk, hogy miért tudjuk megkezdeni, hogy már a hatalomban, a ráraikban, a diáltásban. Ő nem van való felülés, mire érzitek. A mai nap visszatekintés, számadás, lehetet, de előretekintés, jövő céljaitok. Yeah.
iskolának 12. A-osztályos tanulónak kiváló tanulmányi munkájáért Gerda Jenny szorgalmáért. Előtt
előző életében, amiről meg végig csendekelni. Kegyelmi kérdése, tanulási problémák, próbálja csendekelni is ebben az mindenki pillanatban. Hát akkor legyen csönd. Szeretnék kérni és sóhajtni csöndet szülőktől, nagyszülőktől, hozzátartozóktól. És sóhajtni csöndet, ami elmondja a szemetekbe nézve, hogy megültetek, ilyennél ültetek. Szóval a sóhajtni csöndben benne lesz majd az aggodalom, a kérdés, hogy mi lesz veletek ezután. Szeretnék kérni egy ümmögési csöndet tanároktól, osztályfőnöktől, az iskolában titeket tanító és nevelő felnőttektől. Onnan indultunk és illetve. Szóval a ümmögési csöndben benne lesz az is, hogy izgult, féltünk, nyújtsz velem. Kérnék szépen egy bólintási csöndet a itt maradó diákoktól is szemetekben nézve, mi lesz most nélkülök az iskolában. Jelzem a már fel, hogy rájöttek a spelemben az első sorban szökönyöknek és működőt. De mégis diákoztunk fogok, mert ezzel szerzünk csak. Útra való mégis szeretnék egy komoly biztatást adni mégis. Ebben a csöndben van egy különleges csönd erre. Ez pedig a teremtés csöndje. Az Isten szóval teremtette ezt a világot, és én hiszem, hogy benne mindannyiunkat így titeket is. A teremtés megelőző csönd, az talán a legszebb. Ilyen csönd lesz majd az érettségi elkezdés előtt, az első említ egy-két perccel. Ilyen volt sokszor az állítatok kezdetekor a csönd, ami nem mindig sikerült. Ilyen volt az első csókerülő csönd, ilyen volt a felsírások előszületésekor, az a párakozó csönd, teremtés előtti csend, Isten csendje. Én kívánom nektek, hogy Isten ilyen áldással legyen az életeteken, hogy tudjatok nagy dolgokat létrehozni, létezni, és eközben ami igazán fontos, és szóval rendesen elmondható. Legyetek a mozdulatokban, a szemetekben, köszöntésetekben, köszöntés fogadásokban, egész életekben. Legyen csöndben. Isten. Zárásképpen életek